1875. május 6-án a Magyar Atlétikai Klub Budapesten rendezte meg a kontinens első szabadtéri atlétikai versenyét. Egy 2000-ben hozott kormányhatározat alapján így május 6-a a Magyar Sportnapja. Idén a Puskás Arénában adták át a Baj Béla, a Csík Ferenc, az Eszterházi Miksa és a Kemény Ferenc díjakat. Hárman miniszteri elismerő oklevélben részesültek. Egyikük Urbán Gabriella, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület titkára. Sokan gondolom nem tudják, azért az eredeti foglalkozásom tanár vagyok, és ebből kifolyólag azért az iskola közel áll hozzám, tanítottam is, illetve maga a sport régebben középiskolásként sportoltam, és igazán a sportágak sokszínűsége adja meg azt a változatos munkát, amivel nap mint nap találkozok, illetve azért hozzátenném, hogy ehhez a díjhoz még külön köszönettel tartozom a megyei testnevelő tanároknak, felkészítőknek, edzőknek, hiszen ez egy nagy munkának az eredménye volt. Baracsi Endre 2014-től az elmúlt év végéig vezette az egyesületet. Mint elmondta, a lehető legjobb helyre került az elismerés. Én személy szerint is nagyon örültem annak, hogy Gabi megkapta ezt az elismerést, mert azért azt a csendes háttérmunkát, amelyet ő 20 éve végez, az sokszor nem vette észre sok ember, és ritkán került ő reflektorfénybe. Úgyhogy ennek a 20 évnek úgy gondolom, hogy egy méltó elismerése, viszont nem lezárása, hanem ez úgy gondolom, hogy egy új lendületet kell, hogy adjon majd a diáksportnak is. Neki is talán személy szerint egy visszaigazolás, és akkor biztos vagyok benne, hogy ez a későbbiekben is segíti majd a megyei diáksport életben végzett munkáját. És azért is nagyon fontos, mert azért igaz, hogy ezt most ő kapta ezt az elismerést, és valóban ez egy személynek szól, de azért én is megerősíteném azt, hogy itt lényegében mi ezt úgy éljük meg, és én is úgy élem meg, hogy azért ez a diáksport életben dolgozó minden egyes szakembernek és minden egyes tanárnak egy elismerés itt a Vármegyében, hiszen azért nagyon komoly sikereket értünk el, és nem csak az elmúlt 8 évben, hanem előtte is. Székely Tibor, az egyesület új elnöke szeretné, ha jövőben is eredményesen szerepelnének a vármegye képviselői az országos döntőkön. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nagyon sikeresnek tekinthető a diáksport területén. Én mindenféleképpen szeretném, hogyha ez a sikeresség a jövőben is megmaradna. Én úgy gondolom, hogy ennek az egyik záloga, hogy ugyanolyan jó kapcsolatot tartsunk fent, akár a testnevelőkkel, akár az ő szakmai szervezeteikkel, akár a diáksport rendszerén belül a regionális és az országos szinttel, mint amit Endre és Gabi a korábbi évek során kialakított. Ezáltal meg tudjuk szólítani a testnevelőket, meg tudjuk szólítani a diákokat, rendszerben tudjuk őket tartani, és úgy gondolom, hogy ha az a lelkesedés, amit egyébként az idősebb testnevelő generáció át tudott adni nem csak a diákoknak, hanem a következő testnevelő generációnak is, akik ugye vállalják az ezzel járó úgymond terheket akár, akkor én úgy gondolom, hogy a jövőben ez az eredményesség, ez biztosított lesz. Ebben az évben nem rendezett országos döntőt az egyesület. A cél az, hogy jövőre valamelyik sportágban a Vármegyében dőljön el a bajnoki cím és az érmek sorsa.